A dohányzásról nem realizálódott még tulajdonképpen azt gondolom az emberekben, hogy hát valóban egy lassan ülő méreg. Tehát nincs olyan rossz image, úgymond, mint aminek kellene, hogy legyen a hatásai alapján, és ilyen nagyon könnyedén kipróbálják az emberek egész fiatal korban, ez egy jó pofa dolog, vagány dolog, szexi, úgyhogy igazából nem gondolnak a későbbi káros hatásaira. És hát igazából még minden szenvedélybetegségnek a kipróbálása, ez is azért veszélyes, mert hogy nagyon rövid idő alatt hozzászokást okoz. Tehát a nikotin tartalma miatt egy addikciót hoz létre, ami miatt már a későbbiekben nehéz abba hagyni. Én azért tartom a nikotint a legkárosabb összetevőjének, mert ez okozza a függőséget, aminek van egy abszolút biológiai alapja, talán erről majd a későbbiekben fogunk beszélni. És nyilván, mivel függőséget okoz, ugye a dohányzás az folyamatossá válik, és nyilván a dohányfüstben lévő egyéb káros anyagoknak a bevitele is folyamatossá válik. Hát igazából a cigarettában több mint 400 kémiai anyag, káros kémiai anyag van, ezek közül 65-ről egyértelműen bizonyított, hogy rákkeltő, cián, formaldehid, szénmonoxid, arzén, tehát hagyna soroljam fel mindet, de 65 anyagról azonosították be a rákkeltő hatást. Úgyhogy igazából ez a probléma, hogy egy hozzászokási folyamat alakul ki, aminek a során aztán ugye igazából évekig, évtizedekig viszik be a dohányosok ezeket a káros anyagokat a szervezetükbe. Itt, amikor a dohányzás okozta betegségekről beszélünk, el szokták különíteni a daganatos és nem daganatos következményeket. Hát összességében kijelenthetjük, hogy valamennyi szervünkre, szervrendszerünkre káros hatása van a dohányzásnak. Talán mondanám először a daganatokat, mert hát végül is ma azért inkább ezek vannak fókuszban, azért is, mert hogy a számuk egyre emelkedik. Hát mint tüdőgyógyász először említeném a tüdőrákot, amiben Magyarország sajnos világ első, és a tüdőrákos betegeknek a száma az folyamatosan emelkedik továbbra is, és itt sajnos a nőknél figyelhető meg egy magasabb emelkedés, szintén azért, mert a nők, tehát hogyha a nemek arányát nézzük, akkor a nőknél van egy emelkedés a dohányzási szokásokat illetően. De ugyanígy említhetném a szájüregi rágokat, a gégedalanganatokat, ugyanakkor más szervrendszerek daganataiban is oki tényezőként szerepel, például a húgyivar szervi daganatoknál is kimutatták a kedvezőtlen hatását. És hát, hogyha a nem daganatos következményeit említem, hát itt elsősorban a szívérrendszeri megbetegedések tekintetében ez nagyon nagy rizikó tényező, tehát a szívinfarktus, stroke, keringési betegségek okozta halálozásnál mindenképpen nagyon nagy szerepe van, és hát a tüdő egyéb nem daganatos betegségei közül a krónikus obstruktív tüdőbetegséget mondanám, ami szintén egy emelkedő számot mutat folyamatosan, ez a COPD néven elhíresült, vagy talán így is ismerik, ez az angol betegség angol nevének a rövidítése tulajdonképpen. Ez a dohányzás okozta tüdőkapacitás, romlás, krónikus kislégúti gyulladás tulajdonképpen egy névben összefoglalva. Talán ezek a legfontosabbak. Hát amit még megemlítenék, az úgy gondolom, vagy tudom a kollégáktól, hogy egyre többen küszködnek, és itt ugye, mivel ez a műsor elsősorban a fiataloknak szól, mondanám, hogy a termékenységet azt
mindenképpen kedvezőtlenül befolyásolja mind a két nemben, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos, káros, úgymond mellékhatás a dohányzásnak. Talán így a legfontosabbakat belevettem a felsorolásba. A passzív dohányzás is káros, az, hogy milyen mértékben, azt elsősorban az dönti el, ugye, hogy a dohányfüst az a milyen koncentrációban van abban a levegőben, amit az a nem dohányzó ember szívbe, amit a dohányos ugye elpöfékel. Hát ugye a dohányfüstnek van egy úgynevezett főfüst és mellékfüstre osztják, és ugye a mellékfüst az, ami a környezetünkbe kering, amíg a főfüstöt ugye főleg a dohányos dohányzók szívják be. Sajnos, hát ugye a legkárosabb a passzív dohányzás abban az esetben, hogyha egy légtérben, egy szobában, egy helyiségben szívjuk be a dohányzóknak a füstjét. Tehát nem igazán hatékony az a megoldás, amit ugye néhány étterembe bevezettek, hogy egy légtérben lévő étteremben az egyik fele dohányzó, a másik nem dohányzó, mert hiszen a nem dohányzó asztaloknál is ugye ugyanígy beszívják a dohányfüstöt, akik ott tartózkodnak, hát nem beszélve arról, amit te említettél, hogy egy családban, mondjuk egy lakótérben, mondjuk a gyerekek, akikre ugye nyilván legkárosabb ez a dolog, beszívják a szülőknek a dohányfüstjét, tehát itt elsősorban nyilván ők a legveszélyeztetettebbek, tehát a szülőknek a dohányzását tartom a legkárosabbnak ebből a szempontból. Ugye itt két dologról kell szerintem beszélni, az egyik az, amikor a kismamák dohányoznak, tehát amikor ugye már intrauterin történik a dohányzással való kapcsolat, ugye az egyértelmű, hogy a dohányzó nőknek a gyermekei kisebb súlyúak, kevésbé életképesek, rosszabb, kevésbé tehát rosszabb életfunkciókkal születnek már akár, tehát a születés pillanatában is ez egy hátrány. Illetve, hogyha ugye későbbiekben is a csecsemők, illetve a kisgyerekek ilyen helyen tartózkodnak, sokkal nagyobb hányadban betegszenek meg a gyermekkori légzőszervi betegségekben, gyakoribb légúti fertőzéseik vannak, tehát ez mindenképpen kedvezőtlen a gyerekekre, mind itt intrauterin, mind a születés után is. Én mondjuk személy szerint nem érzékeltem ennek a hatását, de hát nyilván ez egy kis populáció, tehát elképzelhető, hogy mondjuk országos szinten ez már akár érezhető, de én azért úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán lemérjük ennek a hatását, még több idő kell, hogy elteljen. Nem olvastam, megmondom őszintén egyébként ehhez kapcsolódóan ilyen közleményeket, de hát szerintem egy 3-5 év múlva érdemes talán ezt megnézni, hogy ez hogy sikerült ez az intézkedés.